Jó estét kívánok, ez a Hírös Hírek szerdán este 19 órakor élőben. A híradó elején mutatjuk a kiemelt témákat egy-egy mondatban. 23. alkalommal adták át a Kecskemétváros polgára leszek vetélkedő díjait. Elütöttek egy földön fekvő kerékpárost az 54-es főúton. Óvodásoknak népszerűsítette az egészséges életmódot Juhász Roland, a Videoton játékosa. A református általános iskola csapata nyerte a sorrendben 23. Kecskemétváros polgára leszek vetélkedőt. A diákoknak ezúttal is több fordulón keresztül kellett bizonyítaniuk azt, hogy ők ismerik a legjobban a híres várost. Híres város az Alföldön Kecskemét. Ez volt a Kecskemétváros polgára leszek városismereti vetélkedő idei mottója. Három élesbeli fordulóban egy híres helyszín, vagyis a kecskeméti vadaskert, híres írók, költők élete, valamint a híres évfordulók, vagyis Kecskemét 650. illetve a forradalom és szabadságharc 170. jubileuma. Ezekkel kellett tisztában lenniük a 6.-7. osztályos versenyzőknek. A legjobbakat ma díjazták a Béke általános iskolában, de 6 csapatnak előtte még meg kellett küzdenie a döntőben. 10 próbát kellett kiállniuk. Drámajátékos, helytörténeti ismereteket mutattak be, anagramma feladattal, keresztrejtvénnyel, tojáskereséssel, tehát a játékos feladatokkal mutatták meg, hogy ki a legjobb, milyen ismereteik vannak. A gyermekek felelősségteljesen vették az akadályokat. Szerintem rendkívül fontos, hogy ismerjük városunkat, és egy általános műveltséget szerezzünk városunkról, és egyrésztről a verseny segít nekünk megismerni magát a várost, ugye ezzel kapcsolatban, és jó perceket tölthetünk el osztálytársainkkal, vagy éppen csapattársainkkal. Természetesen nem csupán szórakozásról szólt a felkészülés. Rengeteg olvasnivalót, tanulnivalót tartottak kezükben a diákok az elmúlt időszakban. Van egy ilyen könyv, hogy Kecskeméti évszázadok, és azt Tamás bácsi kikölcsönöztette velünk, azt olvasgattuk, de mivel már tavaly is voltunk, ezért már tapasztaltak voltunk. A tapasztalat és a szorgalmas munka meghozta eredményét. Akárcsak tavaly, idén is a Református Általános Iskola híres diákpolgárai teljesítettek a legjobban. Így Szemereiné Pataki Klaudia polgármestertől ők vehették át a vándorserleget, amely egy újabb évig lehet a birtokukban. Dobogós helyezést értek el továbbá az Arany János Általános Iskola aranyos apródjai, valamint a Bányai Júlia gimnázium csapata. A témát folytatjuk a kiemelőben, a győztes csapat egyik tagja és felkészítő tanára is vendégünk lesz. Szülővárosom Kecskemét, a 650 éves város címmel nyílt kiállítás ma délután a Bozsó gyűjteményben a névadó Bozsó János Kecskemétről készült festményeiből. A tavaszi fesztivál keretében megrendezett tárlatot dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester ajánlotta a közönség figyelmébe. Bozsó János a város szülötte idén lenne 96 éves. Képzőművészeti munkássága a 20. század második felétől eli fel. Művészete gyökereit tekintve az alföldi festészet egyenes folytatása. Városhoz kötődő képei Mária városi hangulatokkal kezdődnek még az indulás környékén. 1968-ban a Várossá nyilvánítás 600 éves évfordulóján nagy lélegzetű sorozatban örökítette meg a számára és a város polgárai számára egyaránt fontos épületeket, az utcák hangulatát, a város lelkületét. És fontos részévé vált piktúrájának a Klapka utca környéke, ahol a műterme volt élete második felében. A jelenlegi tárlatnak ez a három a tematikai szervező elve. Bozsó János városához fűződő kapcsolata sajátos, már-már szerelmes kötődés volt, amely az életmű egészében épp úgy tetten érhető, mint a szülőföld iránti elkötelezett ragaszkodás. Ezt a kötődést a város mai vezetése is respektálja. Az egész művészete, az egész életmű a város köré fonódott. Nekünk ez olyan felbecsülhetetlen érték, hiszen az ő képeink keresztül, és nem csak a képeink keresztül, a Bozsó gyűjteményen keresztül meg tudjuk mutatni, mi az, hogy Kecskemét. A 650 éves évforduló tiszteletére megrendezett kiállításon bő fél száz művet tártak a rendezők a közönség elé, nem csak a mestertől jól ismert nagy olajképeket, hanem meglepetésként ritkán látott grafikai alkotásokat is. Első pillanatra 50 képet fognak látni, de van egy meglepetés kiállításunk is, amit majd a megnyitó után árulunk el. Rengeteget változott a kiállítás tematikája a rendezés közben.
ahogy újabb és újabb képeket leltünk föl, illetve régi jó képeket nem találtunk, és azt mondtuk, hogy mintegy az idősíkok játszanak egyben. A kiállítás április 29-ig várja a látogatókat a Bozsóth gyűjtemény nyitvatartási idejében, csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között. A Kárpát-medence meghatározó közművelődési szervezetei tanácskoznak mától két napon át Kecskeméten. Hetedik alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szervezetek konferenciáját a tavaszi fesztivál részeként. Nagyon sok mindent lehet mondani erről az egyesületről. Egy dolgot bizonyosan, hogy ez az egyesület értékalapon gondolkodik. A Magyar Népművelők Egyesületét Bordás István elnök mutatta be a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Civil Szervezetek konferenciáján. A tanácskozás az egyesület, a Híres Agóra Nonprofit Kft. És Kecskemét megyei jogúváros közös szervezésében hetedik alkalommal jött létre. A rendezvényre Szlovákiából, Kárpátaljáról, Erdélyből, Burgerlandból, de még Szlovéniából is érkeztek meghatározó közművelődési szakemberek. Olyan precedens, példaértékű gyakorlatokat, szakmai innovációkat mutattunk be egymásnak, amelyek hasznosíthatóak más területen is, illetve mindenféleképp a kapcsolatépítés, és az idejének kiemelten fontos alaptémája a közművelődési stratégiák összehangolása, kidolgozása. A szakemberek nem csak tanácskoznak, de konkrét megállapodásokat is kötnek, melyek elősegítik a közös kultúra bemutatását is. Több olyan dokumentum is elfogadásra kerül majd, ami ezt az együttműködést erősíti, ami aztán majd a gyakorlatban valósul meg. Ilyen lesz például, hogy Szabadkára viszünk egésznapos programot, már most tudjuk október 8-án, ugye a Népkörben, aminek az elnöke itt lesz, vagy ugyanígy határon átívelő együttműködések alakultak ki Erdéllyel. A kétnapos konferencia lehetőséget ad baráti kapcsolatok kialakulására is, tovább erősítve a kulturális hidakat a Kárpát-medencén belül. Március 23-áig tölthető ki az a földgáz igényt felmérő kérdőív, amelynek eredményeként a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai alacsonyabb áron és kedvezőbb szerződéses feltételekkel juthatnak földgázhoz. A lehetőséggel a közepes, illetve nagy fogyasztók élhetnek. A NAK portáján keresztül letölthető igényfelmérő adatlapa legalább közel 10 000 köbméter éves gázfogyasztással rendelkező tagok számára teszi lehetővé a kedvezményes beszerzést. A felmérés keretében csupán néhány fogyasztási adat megadása szükséges. A beérkezett információkból a kamara szakértői energetikai adatbázist hoz létre, amelynek alapján megtörténik az egyes fogyasztási csoportok kialakítása. Ezután a kereskedőktől előzetes árajánlatokat kérnek be, majd kiírnak számukra egy tendert. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a közepes és nagy gázfogyasztással rendelkező tagjai számára biztosítja majd a kedvezményes földgázt a 2018-2019-es évben. Az elektronikusan elérhető adatlap kitöltésére péntekig van lehetőség. Újabb szakasz építése kezdődhet meg a Kecskemét és Békéscsaba közötti M44-es autóútnak. Mindezt tegnap jelentette be a szaktárca. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkára szerint az időjárástól függően heteken belül elkezdődhet a gyorsforgalmi út Békéscsaba kondoros szakaszának építése. A 44-es ezen szakasza 17,6 km lesz. 41,4 milliárd forintnyi hazai forrásból épül meg a Duna Aszfalt Kft. Kivitelezésében. Jelenleg a Tiszakürt Kondoros közötti 62 km hosszú szakasza kivitelezése zajlik. Az M44-es útnak fontos szerepe lesz a két megye közötti kereskedelem erősödésében. Főleg a békési cégek bíznak abban, hogy a gyorsforgalmi út megépítése stabilabb alapra helyezheti a működésüket. Halálos baleset történt az 54-es számú főúton Bócsa és Soltvadkert között tegnap este. A rendőrség tájékoztatása szerint 20 óra 40 perc körül történt a baleset. Egy 70 éves férfi a kerékpárja mellett feküdt a forgalmi sáv közepén. A Bócsa felől Soltvadkerti irányba haladó Land Rover Discovery típusú személygépkocsi vezetője ezt későn észlelte és áthajtott az idős férfin. A kerékpáros a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette. A terepjáró körülbelül 60 méteren keresztül vonszolta magával a biciklist. A főút mellett kerékpárút is van, de a férfi mégis a főútra hajtott fel a kerékpárral.
az idős férfin úgy tudjuk nem volt láthatósági mellény. Válogatott focista ejtett ámulatba több száz gyermeket ma délután a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában. Juhász Roland a videótól játékosa életéről, pályafutásáról és az egészséges étrendről is mesélt a kicsiknek. Labdákat dedikált és közösen focizott óvodásokkal és kisiskolásokkal Juhász Roland többszörös magyar válogatott labdarúgó a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában. Mert nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és a pályafutásom végeztével az a nagy célom, hogy a gyerekekkel foglalkozzak. Juhász Roland nem csak történetekkel készült a fiatalok számára. A gyerekeknek kicsit a pályafutásomból és kicsit az étkezésnek a fontosságáról fog majd előadást tartani, és hát hogyha ez a része lemegy, a kérdezfelelek része is lemegy, akkor utána remélem egy jó időt focizunk is. A gyerekek érdeklődve hallgatták az élsportolót. Juhász Roland egy pályázatnak köszönhetően érkezett a fiatalokhoz. Sokat tudunk, mert ugye a menő menza pályázatban is benne voltunk, na is ettünk egy csomó olyan ételt, egy avokádó, olyan krémes kenyereket. A mai előadáson, amely egy éves programsorozat része, közel 200 gyermek vehetett részt. A menőmenzák pályázatnak az a célja, hogy egy éven keresztül, sokféle rendezvényen keresztül a gyerekeket megismertessük az egészséges életmód fontosságával. A gyerekek a pályázatnak köszönhetően nem csak beszélnek és tanulnak majd az egészséges étkezésről, de az iskolai étrendjükbe is beépítik majd a tanultakat. Tegnap két magyarországi színművészeti egyetem bemutatójával megkezdődött a magyar nyelven játszó színművészeti egyetemek találkozója, a Színtár. Délután a Katona József gimnázium dísztermében a Kaposvári Egyetem harmadéves színészhallgatói mutatták be a Bánkbán osztálytermi változatát, amelyet Vidnyánszky Attila sűrített 60 perces feszes előadásba Bánkmisszió címmel. Este a Ruszt József Stúdiószínházban a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem negyedéves Zsótér Sándor és Börcsök Enikő osztályába járó hallgatói Ibsen Vadkacsa című drámáját mutatták be zsúfolt ház előtt nagy sikerrel. Az előadást a magyar színházi élet élő legendája a 76. évében járó Fodor Tamás rendezte. Szombatig még további 5 előadást láthatnak a marosvásárhelyi, a kolozsvári és az újvidéki egyetemisták előadásában, és bemutatkoznak Cseke Péter másodéves kaposvári színészhallgató is a Mengele törpéi című előadással. Ismét kórusoktól volt hangos a Kodály Zoltán Énekzenei Iskola díszterme, hiszen az Éneklő Ifjúság című nagy sikerű hangversenyeket már 1934 óta töretlen érdeklődés mellett szervezik. Ebbe a mozgalomba kapcsolódnak be évről évre a kecskeméti kórusok is, akik feltváltva tartanak minősítő versenyeket. A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, KÓTA és szakmai elődei a Magyar Kórus, valamint a Bartók Szövetség 1934 óta szervezi az Éneklő Ifjúság hangversenyeket, amely azóta élő mozgalommá terebélyesedett. A Szövetség Ifjúsági Énekkar és Zenepedagógiai Szakbizottsága fontosnak tartja, hogy az Éneklő Ifjúság napja kapcsán kialakult hagyomány folytatódjék. A Kodály Zoltán Énekzenei Iskola nemesszegi Márta termében összegyűlteket Palotás József, Kodály díjas nyugalmazott zeneiskola igazgató köszöntötte. Évente felváltva tartanak minősítő hangversenyt az általános iskolák és a középiskolák. 2018-ban a középiskolás kórusokon van a sor. Idén a Bányai Júlia gimnázium kórusa, a Bolyai János gimnázium kórusa, a Kodály iskola Aurin leánykara, a Kodály iskola vegyeskara, a Piarista gimnázium vegyeskara, a Református gimnázium Szóla Fidé gyermekkórusa, valamint a Református gimnázium Számusz kórusa mutatkozott be. A rendezvényről részletesebb beszámoló hamarosan a híres.hu oldalon olvasható. A híres híreket látták szerdán este, a híradó végén megmutatjuk a kiemelt témákat még egyszer röviden. 23. alkalommal adták át a Kecskemétváros polgára leszek vetélkedő díjait, a Vándorserleget a Református Általános Iskola híres diákpolgárai vehették át. Elütöttek egy földön fekvő kerékpárost az 54-es főúton, a terepjáró 60 méteren keresztül vonszolta magával a 70 éves férfit. Óvodásoknak népszerűsítette az egészséges életmódot a Videoton játékos a Kecskeméten, Juhász Roland pályafutásáról is mesélt. A Kárpát-medence meghatározó közművelődési szervezetei tanácskoznak mától 2 napon át a megyeszékhelyen.
A híradó most véget ért, de a hírórát folytatjuk a kiemelővel. A mai magazinunkban foglalkozunk a térségünk belvíz helyzetével, és bemutatjuk Róna Tamás könyvét, amely a magyar zsidóság történetével foglalkozik. Lesznek, mint ahogy mindig, stúdió vendégeink is. Itt lesz a Kecskemétváros Polgára leszek verseny győztes csapatának egyik tagja, valamint felkészítő tanára, és a csütörtökön kezdődő Bohém Fesztivál szervezőjét is ide várjuk a stúdióba. Ha lemaradtak a hírekről, akkor nézzék a hírportálunkat, a címhíres.hu vagy a híres hírek ismétlését 20 óra 40 perckor, 22 órakor, éjszaka a kép újságidejével 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 40 perckor. Friss híres hírekkel holnap este a szokott időpontban 7 órakor ismét én várom Önöket, tartsanak velünk akkor is, további szép estét, jó tévézést, viszontlátásra! A mai borongos nap után csütörtökön sok napsütésre csapadékmentes időre számíthatunk. Kecskemét térségében megélénkülhet az északkeleti szél. Fagyos lesz a reggel, akár mínusz 10 fok köré is hűlhet a levegő, napközben pedig 1-6 fok várható. Pénteken ismét felhős időre számíthatunk, akár gyenge havas eső is előfordulhat. Helyenként élénk lehet az északi-északkeleti szél, hajnalra mínusz 5-7 fokig csökkenhet a hőmérséklet, délután 3-8 fok várható.